Szervusztok, szép jó estét mindenkinek. Köszönöm Barna nagyon-nagyon informatív és intim bevezetőjét, amely pontosan annyira volt titkolódzó, mint amennyire bensőséges, hiszen megtudtuk a menetrendet, az éveket. Hogy valójában mi játszódik le benned akkor, amikor kapcsolatról kapcsolatra, akár gyorsan, akár lassan mész, azt nagyon nehéz nyomon követni, és ha sikerül is, az ember végképp azt érezheti, hogy magánügy. Manapság a net, a tabloidok és a különböző orgánumok teljesen tele vannak olyan orgánumokkal, amelyeket korábban még el se gondolhattunk, hogy megjelenhetnek. És valahol ez a fajta anyag és testcentrikusság az, ami az igazi intimitást el tudja venni. És nagyon érdekes az, hogy amikor közel kerülsz valakihez, nagyon-nagyon közel, és ez kölcsönös, elkezdenek nem csak a fizikai leplek, hanem a mentális álcák is lehullani, egy idő után ezt már nem lehet tartani. És ekkor kezdődik el az, amit úgy hívunk, hogy kapcsolati tréning. És ettől a kapcsolati tréningtől szoktunk nagyon félni, hogy levetkőzzünk, de nehogy mesztelenek legyünk véletlenül. És amikor ez a kapcsolati tréning igazából beindul, akkor kezdődik a kapcsolat. Akármeddig tart az a bizonyos előjáték, hónapokig vagy évekig, amíg mernek igazán őszinték lenni egymással, vagy pedig már nem tudnak elbújni egymás elől. Onnantól kezdve indul egy olyan kapcsolati tréning, amely nemhogy életre, életekre kihat. És ez mindenkinek a saját személyes története. Az pedig egy külön addendum, és nem csak lábjegyzet, hanem igazi bónusz, hogyha valaki közben a dharmát is megtalálja, akár egy angol ösztöndíj és egy Osho könyv keretében, akár pedig más úton, elég az hozzá, hogy a saját kérdéseit és keserű mérgét vagy gyógyszerét magához véve, egyszerűen elkezd lépni valamilyen irányban, amely nem szokványos, legalábbis itt nyugaton nem szokványos. Ez a fajta szokatlanság, hogy merünk kérdezni, merünk belül csupaszok lenni, és magunk előtt, aztán pedig lehet egy másik ember előtt igazából önmagunk lenni, ez egy nagyon nagy bátorság és egy hatalmas vállalkozás. Van-e tehát kérdése bárkinek? Nekem van. Azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet az intuíciót fejleszteni. Az a jó hír, hogy az intuitív képesség, ami a nem dualisztikus bölcsesség és a nem dualisztikus együttérzés működése, ez mindenkiben adott. Tehát ezzel a képességgel minden ember rendelkezik. Ezt hívjuk a megvilágosodás képességének, a felébredés potenciájának. Az egyetlen egy akadály az az a karma, amitől ez nem működik. Tehát az a kognitív és emotív ugye, lerakódás, azok a ragaszkodások, azonosulások, téves nézetek, amelyektől mi nem úgy működünk, ahogy szeretnénk működni. Néha kifejezetten az lehet az érzésed, hogy szeretnél valamit mondani, de egy láthatatlan mezőgy eltérítené, vagy eltorzítaná, és nem azt érti a másik, amit te szeretnél közölni. És amikor ilyen helyzetek adódnak, akkor világos, hogy egy átláthatatlan karma, egy nagyon távoli, hatalmas, fekete lyuk itt szépen a fénysugarat eltéríti. És amikor zent kezd el gyakorolni az ember, akkor a saját karmikus befejezetlenségeivel, ellentéteivel, paradoxonjaival szembenéz. És ahogy hallottuk a bevezetőben, néha ez annyira abszurd tud lenni, hogy szinte abszurd drámával vagy humorral szeretnénk összekötni, hogy valahogy adjunk már neki formát. A zenben a tradicionális formája ezeknek az ellentéteknek és megoldatlanságoknak a koan maga. Szó szerint azt jelenti, hogy közügy. Ez nem azt jelenti, hogy már akkor tudták, hogy a közügyek megoldatlanok és ellentétekkel terheltek, ez nem ezt jelenti, pedig mennyire igaz. Hanem azt jelenti, hogy a hagyományos Kínában, ugye a fénymásológépek hiányában írnokok másolták a különböző okiratokat. És a hitelesítés az úgy zajlott, hogy amikor az eredeti mellé elkészült a másolat, akkor a két szélt így összeillesztették, és tettek egy pecsétet úgy rájuk, hogy a két szélen osztozzanak. És levitték a másolatot a rendeltetési helyre.
amikor bármiféle kétség merült, hogy hát ezt nem is az írta, meg hogy ez hamisítvány, és a többi, akkor felhozták a kópiát az archívumba, összeillesztették a kettőt, és megnézték, hogy a két fél azt a pecsétet adja-e, és úgy adja-e, hogy azt kell. Ez illik ugyanígy az intuitív kérdésre és válaszra, a tanító és tanítvány tudatára, a helyzetre és a megoldásra, a kérdésre és a válaszra. Ezek így egy kerek egészet alkotnak, akkor sikerült meghaladni az ellentéteket, nem megsemmisíteni, meghaladni, a bennük lévő energiát megfelelő irányba fordítani, tehát a helyzetet megoldani, a kérdést megválaszolni. Az intuitív tréning az nem egy könnyű történet. És most nem arról a magyarázó, rendszerépítő, kognitív alapú képzésről beszélek, amelyet nagyon sokan intuitív tréningnek hívnak, de valójában nem tisztítja le ezeket a karmikus lerakódásokat, hamis azonosulásokat, magyarul nem nyúl a személyiség létező struktúrájához, csak rárak egy réteget. És ezt a rétegzést mi nagyon szeretjük, mert mögötte ott vagyunk mi, ott vagyok én. És nem történt más, csak magamra húztam egy ilyen kiegyenlítő réteget, egyfajta spirituális glett anyagot, ugye, amivel a réseket betömtem, az egyenetlenségeket elsimítottam, ezután a csiszolható és lefújható az elérés, a tapasztalat illúziójának festék pisztolyával, és nincs meg az, hogy tégláig leverem a vakolatot, vagy esetleg födém csere. Amikor a keleti, főleg a kínai, koreai, japán, mahajána, zenben intuitív tréningről beszélünk, az a mai napig nagyon szokatlan a nyugatinak, de most már a keleti embernek is. Ez az interjú szobában megnyilvánul. Hát hogy miért? Hogy én? Hogy ezt? Meg hogy merre? Meg hogy magyarázza el? És nem működik úgy, hogy elmagyarázom. Nem működik úgy, hogy én. Nem működik úgy, hogy majd, vagy hogy. Tehát ezek a reakciók, ezek a tudati habitusok, ezek egyszerűen nem tarthatók akkor, hogyha valójában le akarsz ásni arra a rétegre, a tudatnak azt az aspektusát, vagy állapotát megtapasztalni, amit nem dualisztikusnak mondunk, de akárminek mondom, nem tudom közölni. Ezzel sokkal jobban közlöm. Hát, amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. És nagyon sok tanítvány gondolhatja ezt, hogy jaj, hát ezt most én úgy meghallottam, de úgy meghallottam, hogy nekem aztán most már tényleg. És bejön az interjú szobába, és udvariasan megkérdezek tőle egy kérdést, és megint befelhősödik a homlok, elhomályosodik a szem, és azt mondja, nem tudom. És erre a tanító azt mondja, hogy nagyon jó, hát ez végképp kiveri a biztosítékot, mert mi tudni szeretnénk. Tehát, ahogy hallottuk a bevezetőben, ez egy logosz alapú társadalom, a nyugati, most már a keleti is. Mindig keressük a tartalmat, a formát, a jelentést, a referenciát, a satöbbit. És ezért ülünk a saját fogalmaink kalodájában, és nem tudtuk meghaladni azt a fajta létsíkot, azt a gondolkodásmódot, azt az érzésvilágot, amely amennyire megszokott, pontosan annyira kötött, és amennyire véd, pontosan annyira korlátoz. A koanok, mint intuitív tréning eszközök, ezek nagyon jók, csak gyűrközzön fel hozzá az ember, és tanulja meg, hogy a kevesebb az itt több, és tényleg a helyes út néha úgy tűnik, hogy visszafele vezet, mert folyamatosan valami frusztrál. És hogy az ember nem ezért jött ide. Ő azért jött ide, hogy boldog legyen, meg harmonikus, meg uram bocsá, megvilágosodott és hasonló, és közben folyamatosan a saját megoldatlanságaival és egyebikkel kell ugye szembenéznie. És úgy tűnik, hogy az út visszafele vezet, ahhoz képest, mint amit elvártunk magunktól. És ez nagyon rendben van. Tehát akik ezt valamilyen sorsfintor következtében kibírják, azok előbb-utóbb ráéreznek valamire, ami nem személyes. Még a tanító személyétől sem függ. És ekkor kezdenek el szellemileg önállóvá válni, és nem függeni valamitől, vagy valakitől, az igétől, vagy a gurutól, aki vagy ami osztja a tutit. És a zen az azért szép,
mert segít, és minden pontján az útnak találsz segítséget, de nincs észosztás. Vannak kérdések, vannak válaszok, de soha az önrendelkezésedet, az önálló gondolkodásodat, a döntési jogodat, a hibáidat senki nem veszi el. Ez az a műfaj, ahol a felelősség és a szabadság egyszerre működik, és tapasztalsz valamit, ami jóval több, mint te vagy, de sokkal kisebb és kevesebb, mint a gondolataid, vagy az érzelmi komplexumaid, és a többi. Nagyon-nagyon ismeretlen ez az út, és abszolút felfedezendő, nem megjósolható, nem programozható, nincs hozzá megvalósíthatósági tanulmány, biztosítási kötvény, CDS felár, meg ilyenek. Tehát ezek nincsenek. Van valami, ami mindig tiszta marad, ami mentes élettől és haláltól, és hogyha ezt tapasztaljuk, akármilyen mértékben, akkor elindul az az intuitív érési folyamat, a zen erjedése, ugye? Amikor az ember elkezd valamit belül feldolgozni, elkezd másképp látni, másképp tapasztalni, tisztábban, mint az előtt. És ekkor megvalósulhat a helyes helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés. Költői kérdésekkel, vagy azok nélkül. Egyéb kérdés? Én szeretnék visszautalni arra, amit mind a ketten, Barna is és te is emlegettetek meg, már annyiszor volt róla szó korábban is, hogy időnként úgy érezzük, hogy visszafelé megyünk, és nem előrefelé megyünk, és lehet, hogy ez a helyes út, de mégis úgy érezzük, hogy visszafelé megyünk az úton. Neked volt-e ilyen, amikor úgy érezted, hogy megfeneklettél az úton, vagy esetleg egyszerűen visszaléptél? Van-e valami nagyon konkrét emléked erre esetleg, amivel épülésünkre kérdezed? Tud szolgálni? Tehát az önpusztító vagy a világpusztító reakciókat kérdezed. Mind a kettőből volt, az önpusztítóból kevesebb. A többi projekcióból, ha 1%-nyi megvalósul, nem sok zencenter maradt volna Európában a 90-es évek elején, de főleg így Közép-Európában nem. És egy-egy sikertelen interjú után nagyon-nagyon, azt hiszem, élénk és komputergrafikát nem igénylő képzelettel sikerült elképzelni, hogy hogyan tenném a földdel egyenlővé a problémát. Mindennel és mindenkivel együtt. Tehát ez volt az én reakcióm, egy kvadripla tűzjegytől ne várjál mást, amiben yin is van, meg yang is. Tehát úgy egyszerre tudja, hogy kell bent is, meg kint is dolgozni, és amikor ez arra fordul, hogy semmisítsük meg a problémát, másnap reggel mindenki ugyanott volt, meg az épület is, és rájöttem, hogy hát ezek a projekciók eléggé terméketlenek, és energiafogyasztóak. És ezeken a gyermekbetegségeken, meg tínédzserkori reakciótípusokon szerintem mindenki keresztül megy. És azért jó ez. De már nem vagy tínédzser, az annál kellemetlen. Na hát! Lelkileg azért még egy-két sarokban ott van az a lázadó kamasz, tudod? Jó az ott. Előjön és ordít, meg verekszik, meg akar, meg minden. És azért jó, mert később annál hálásabb tudsz lenni a tanításért. Egyrészt, hogy nem kötötte meg a kezedet, hogy nem ítélt fölötted, csak megkérdezte épp az akkor ügyeletes tanító, hogy szeretnél interjúra jönni? Ennyi. És akkor, hát persze, hát az összes többi megy interjúra, én ne! És akkor beindul a mosógép megint egy újabb töltettel. És nézed, hogy a szennyes vizet tolja ki a centrifuga. És ott ülsz, és az összes ilyen hadvezér, világ megváltó, világhódító aspektus, amivel egy mozdulattal így eltörölted a számodra kellemetlent és ellentétest, az egy kis apró földön mászó hangya bolyáit szépen így visszacsúszik. És a hadseregedből lesz egy hatalmas füves pázsit ilyen bólongató fűszálakkal, és kész. Utaltál az előző kérdésre adott válaszodban a négyszeres tűzjegyre. És éppen ezzel kapcsolatban akartam, meg az intuícióval kapcsolatban akartam feltenni a kérdést, hogy általában kissé tartózkodóan, hogy enyhén szólva tartózkodóan szoktál fogalmazni az asztrológiáról is, meg mondjuk a jósrásról is, vagy bármiféle divinációról, ahogy én kivettem a dolgot. Holott mondjuk a taróban ezek az intuitív, ősképi, megérző szintek, ezek nagyon is
segítőek lehetnek talán, de éppen ezt szeretném kérdezni, hogy miért van az, hogy mégis mintha óckodnál ezektől a dolgoktól, holott a te életedben is jelen van valamennyire, mint ahogy az előbbi válaszodból ez valamennyire ki is derül. Nézd, erre az óvatosságra nagyon sok okom van. Egyrészt nagyon sokan vannak, akik ezeket a segédtudományokat sokkal jobban értik, mint én. És ez rendjén is van. A másik pedig, hogy Aladdinnak, amikor a csodalámpát keresi, nagyon kevés használati utasítása van, amikor a barlangba ugye lemegy, de egy valamit tud. Ha bármit a kincsek közül megérint, kővé válik. És nem tudja azt a dísztelen, látszólag haszontalan rézlámpást kihozni, amit ha a napvilágon megdörgöl szépen homokkal, akkor ugye elkezd csiszolódni, fényesedni, és a szellem kijön belőle. Azok a szufik, akik ezt a mesét összerakták, na ők tudtak valamit. Tehát én nem fogok kővé válni a barlangban, mert ilyen kincsecskéket megérintettem. Magyarul foglalkozni olyan alterületekkel, olyasféle tudományterületekkel, amelyek nem a teljes felébredést szolgálják, hanem valamilyen egyéb dolgot szolgálnak, például a karmának az olvasatát, az előző életeidnek a számbavételét, annak a személyiségnek a feltérképezését, amit idehoztál, és nem lehet részterületekben megállni. Ezek a részterületek önmagukban nagyon hasznosak, és nagyon szükségesek. Én is, amikor 25 évvel ezelőtt indultam az úton, találkoztam asztrológusokkal, nagyon jókat beszélgettünk, elmondták a képletemet, nyugatit, indiait, kínait, mindent, amit akartam, és pont ez a sokság, ez a sokszínűség mutatta meg azt, hogy minden képlet és minden olvasat közvetett, tökéletlen és befejezetlen. Tehát ahhoz, hogy valami olyat kapja, ami nem a karmádnak egy újabb formába öntése, pogácsa után túros bukta vagy lekváros dereje, hanem valami egyéb kell, ami elvisz a malomba, ahol őrlik azt a lisztet, amiből a dereje, a bukta és a pogácsa készül, ahhoz el kell engedni ezeket a képalkotásokat. Meg kell érteni, hogy a személyiségedben mi van, kellő önismeretre szert kell tenni, és utána tovább kell tudni menni az úton. És bevállalni azt, hogy kiléptél a saját komfortzónás, ligetes, erdős forrásokkal tarkított vidékéről, és be kell menni az ismeretlen sivatagjába. El kell jutnod a saját sziklarengetegedbe, és átmenni azon az ismeretlenségen, vagy azon a személyiség területen, amit nem is akartál látni soha, amit fel kell dolgozni ahhoz, hogy kiegészülj és megszabadulj. Tehát azért nyilatkozom ilyen óvatosan ezekről a részterületekről, nehogy valaki ezt abszolút értékűnek, vagy urambocsá célterületnek vegye. Ezek állomások. És az állomásokon jó egy kicsit bemenni az utasellátóba, elbeszélgetni a forgalmistákkal, hogy milyen volt az aznapi vonatforgalom, de vissza kéne szállni a vonatra, és tovább menni az eredeti cél felé. Csak nagyon sokszor, amikor egy újabb olvasatot, egy újabb önismereti felületet kapunk, akkor kialakul egy újabb komfortzóna. És akkor én ez is vagyok, netán ez is lehetek. Húj, de jó! És akkor töltünk még egy-két életet ezzel az önreflexióval. Na, ezért vagyok óvatos. Nehogy kővé váljunk. De nem lehet ez ugyanakkor hasznos is? Lehet, ha túl tudsz rajta lépni, miután a benne lévő információt elsajátítottad, a segítőknek megköszönted, és te mész tovább azon az úton, ahova soha képlet el nem visz, csak te magad juthatsz el. Hát persze, hogy lehet hasznos, de nem végállomás. Egyébként ez igaz minden olyan deskriptív iskolára, nem csak az asztrológiára, hanem a tenyérolvasástól kezdve az íris elemzésig, a fülkagylód és fülcimpád különböző redőinek és hánytorgásainak az osztályozásaig, ezek mind úgynevezett deskriptív iskolák, és a deskripció a karmádnak az egyik szeletét látja. A karmádnak egy bizonyos aspektusát látja, a személyiségednek egy bizonyos metszetét látja. Az adott rendszer, szignatúra, szimbólum és egyéb függvényében. Na most
ekkor látod azt, hogy akárhány asztrológushoz elmész, akárhány kineziológushoz elmész, akárhány deskriptorhoz elmész, aki részlegesen és tökéletlenül és befejezetlenül leír neked valamit a karmádból, az a te házi feladatodat nem csökkenti. Legfeljebb egy újabb szögből világít rá a saját befejezetlenségeidre, megoldatlanságaidra, egyébre, amely, ahogy mondom, az elején hasznos, de nem pótolja az elvégzett munkát. Ha már pogányság és intuíció, reggel az éneklés során így megakadt a szám egy kifejezésen a hegy istenségéhez, hogy neki köszöntünk meg, vagy hogy védelmezzen minket. És az interjú szobában is feltettem már ezt a kérdést, hogy mi ő, ugyanis nekem is volt egy ilyen tapasztalat, hogy akár mikor, amikor ránézek, hogy a körülöttünk gyönyörű formákra, mint hogyha egy jelenlét, egy erő érzétel hatná, ha csak egy pillanat. Nézd, a régi animisztikus kultúrákban, és ilyen a kínai is, ahonnan a hegyistenség koncepciója és lénye származik, megszemélyesítettek egy csomó olyan dolgot és jelenséget, energiát, amelyről szerettek volna beszélni, amit szerettek volna maguk fölé emelni, uram, bocsánat, kommunikálni velük, illetve róluk. A hegyi istenség pont egy ilyen létező, és az attribútuma a tigris. És a tigris az totemállat volt nagyon sok korábbi törzsnél, népnél, koreaiakat is beleértve. Tehát a Mahajána nagyon jól csinálta azt, és csinálja mai napig, hogy a fogadó kultúrát azt mind-mind beolvasztotta az épp aktuális spirituális praxisba. Nem ítélt fölöttük, és nem mondta azt, hogy te jó vagy, vagy rossz vagy, hanem azt mondta, hogy ez a fogadó kultúra, ezt tiszteletben tartjuk, és innen van a tiszteletadás a hegyistenségének is, aki a megszemélyesítése annak a hegyi jelenlétnek, amit mindenki érez, amiért szeretünk a hegyekben sétálni, és néha elcsendesedni, és leülni egy sziklára, és megérezni azt a völgyben ott lent, és a csúcson ott fönt, hogy mi az, amitől a hegy hegy. És ez kimondhatatlan. Koreában a hegyistenségnek nagyon-nagyon sok szentélye van. Minden valamire való templomban van egy úgynevezett San Shin Gak. A San az a hegy, a Shin az az istenség, a Gak pedig a hely. Ez azért fontos, mert nem csak termékenység szimbólum volt a koreai nők számára, és egyfajta erő és vertikalitás és energiaközpont minden gyakorló számára, hanem azért, mert az emberben tudatosította, hogy a hegyek közt ő vendég, a hegy a gazda. Mi pedig vendégek vagyunk a hegyekben. És jobb, hogyha tiszteljük a gazdát és a házát, és a törvényei szerint viselkedünk, amelyek teljesen nyilvánvalóak, nagyrészt idatlanok, de fel lehet őket ismerni, hogy hogyan viselkedjünk a hegyekben. Amikor ezt elfelejtjük, akkor ki kell írni ilyen 2x3 méteres nagy transzparensekre, hogy ne hagyjál szemetet a tűzrakóhelynél. Pont. Ne sátrazzál olyan helyen, ahol védett virágok, állatok, szalamandrák és egyebek vannak. Amikor elfelejtjük ezeket az illatlan törvényeket, akkor jönnek az írottak. És ez azért szomorú, mert akármennyire is leírom azt a törvényt, az egy externalizált változata valaminek, egy tökéletlenebb változata valaminek, ami a bensőkben autonóm módon működött. És ez az autonómia érhető el azzal az intuitív tréninggel, amit az első kérdésben ugye hallottunk. Ahhoz, hogy szellemileg autonóm légy, és a törvényeket saját magad lásd a saját szemeddel, az egy adott helynek a szellemét föl kell fogni, a helyzetét be kell látni, és az ezzel való kapcsolatunkat pontosan ez a belátás, rálátás, kiegészülés diktálja. És akkor a külső törvényeket automatikusan betartjuk. Sőt, a külső törvényeket akkor úgy fogalmazzuk meg, hogy a bensőkkel összhangban legyenek. De ez nem csak a 20.-21. században hibázik. Az emberiség írott és iratlan történetére jellemző az, hogy a törvények és a szabályok nem fedik egymást. Az a törvény, amit felismersz belül, és meglátsz kívül, nagy részt, vagy nem egyezik, vagy csak kis részt egyezik azzal, amit leírunk, kodifikálunk, elfogadunk, és a többi. És ebből is rengeteg társadalmi feszültség van. Tehát
A hegyi istenség, mint jelenlét, mint irányadó, mint étosz, az a mai napig nagyon-nagyon fontos a Mahayana buddhizmusban, az északi átadásban. És amikor oda jutunk, akkor bizony az eredeti fénytemplomban is lesz egy sanshingak. Kicsi, általában olyan piciket szoktak építeni. Ott is minden nap gyertyát fogunk gyújtani, tiszteletet fogunk adni, és ezzel is a hely szellemét nem csak, hogy megtiszteljük, hanem megpróbáljuk megérteni. És azt hiszem, hogy ezzel egy újabb utat nyitunk ahhoz, hogy egy kicsit jobban megértsük azt a világot, amelyben élünk. A szellemi autonómiát mondtad itt az előbb, meg már elég sokszor emlegetted, és erről jutott eszembe, hogy olvastam Jungnak egy az önéletrajzi könyvét, az Emlékek, álmok, gondolatokat, és hát őnek azért egy elég egyéni, nagyon mély egyéni útja volt, és ő mondta, vagy írta a könyvben, hogy mikor Indiába elment, akkor szándékosan nem látogatott meg egyetlen gurut sem, és az volt rá az indoka, mert nem akarta, hogy befolyásolják őt. Hogy mi erről a véleményed, mert ugye az Zen meg egy olyan hagyományvonal, ahol ugye van egy átadási vonal. És ugye a koanoknál egyszer már mondtam is neked, koan interjén úgy tűnik nekem, hogy igazából a koanoknál az a kérdés, hogy rá tudunk-e hangolódni az átadási vonalra, vagy azoknak a tudatára, akik ugye ezt a szungszámesternek a vonalát átadták. Mert mondtad, hogy más vonalaknál esetleg más jó válaszok vannak. Pontosan. Erről. Na most nem szeretném magam abba a helyzetbe hozni, hogy Jungnak a terapeutája legyek, de én itt a saját zentanítói, zengyakorlói perspektívámból látok egy önvédelmet. Tehát ő nem akarta, és erről ír is, én is olvastam ezt a könyvet annak idején, és ő írta arról, hogy nem akarta a nyugati gondolkodásnak azt a területét meghaladni, ahonnan az ő élete, életműve, működése nem lett volna ugyanúgy értelmezhető, mint korábban. Én nagyon szerettem volna, hogyha ő találkozik egy olyan guruval, egy olyan tanítóval, akivel tényleg igazi tudattól tudatig, lélektől lélekig való kapcsolata van, és keresztül megy azon a személyiségváltozáson, amely a korábbi nyugati, jól megalapozott és jól felépített ugye, struktúrát egyszerűen elhagyatja vele. És megváltozik, és maga mögött marad. Nem, mintha bármi rossz lett volna azzal, amit a Genfitó partján évtizedek alatt fölépített. Az gyönyörű. Gyönyörű, és nagyon fantasztikus minőségek vannak ő benne is, meg a munkájában is. De az, hogy szándékosan megmaradt a nyugati gondolkodás módszerei mögött, és az én élményt, a személyiség élményt nem akarta keleti tapasztalatokkal feldúsítani, ez egy nagyon tudatos dolog volt az ő részéről. És én nagyon szerettem volna, hogyha ő elhagyja ezt a kényelmi zónát. Ki tudja, mi történhetett volna akkor. És mivel ő sem tudta, ezért nem lépett rá az útnak erre a részére. A többi, de igen. Tehát nagyon sokat foglalkozott az álmokkal, az archetipusokkal, ezt tudjuk. És nagyon, hát rengeteget köszönhetünk neki. Nekem így a 20-30 éves koromnak a legszimpatikusabb ugye, terapeutája, pszichológusa és rendszeralkotója volt. Sokkal szimpatikusabb, mint bárki más. Aztán kiderült, hogy nem a szimpátia az elsődleges, hanem az, hogy mennyit segít az illető. Tehát egy hatalmas torzomborz, enyhén mosdatlan alak odaad neked egy kancsó vizet a sivatagban, akkor teljesen mindegy, hogy milyen volt éppen az attitűdje, megiszod a vizet, mert akkor éppen az menti meg az életedet. Úgyhogy az ő esetében is látszik az, hogy a nyugati gondolkodás az nagyon-nagyon hívogató, csalogató, a rendszer működése az csábító. Hiszen nagyon jól tudunk gondolkodni, szimbolikus és logikus alapon egyaránt rendszereket építeni, és kicsit fiús lesz a hasonló, amikor egy V6-os, vagy V8-as, vagy V12-es motor így beröffen, és így hallott, hogy a hengerek így gáztatsz, és így felüvölt a motor. Nagyon-nagyon ritkán van az embernek arra késztetése, hogy belemenjen abba, hogy akkor most milyen is lenne gyalog járni. Milyen lenne csak egy hátizsákkal letérni az útról, és ott barangolni egy kicsit a ligetek között, és felfedezni újabb állat és növényfajokat, és megismerni magamat úgy, ahogy eddig nem. Általában, ha egy ilyen helyzet adódik, oda akarunk ülni a volán mögé,
fiúk, lányok egyaránt, attól függ melyik ülésre, tövig taposni a gázpedált, és így 0-ról 300-ra a mostani rekord 18 másodperc alatt így, és akkor kapsz egy olyan ugye, hormonkeveréket, amit semmi más nem gyárt le, és senki más. És pontosan ez az, amitől az emberek nagyon szeretnek az ilyen megszokott és kényelmi vagy komfortzónákban megmaradni, még akkor is, ha ez annyira szofisztikált és hasznos, és tényleg szó nem érheti a ház elejét Jung esetében, mert egész életét arra szentelte, hogy ezt a módszert kidolgozza. És páratlan, és tisztelet, és hála neki. De az, amit említettél, az pontosan ugyan ő ott állt meg, ahol a nyugati gondolkodás megállt, és nem ment tovább. Csak hogy nem gondolod, hogy mondjuk ettől hitelesebb, például ott Tolle is egyedül ment végig ugye ezen az úton, tehát hogy mintha hitelesebb lenne, mint... Mi a hiteles? Hát ez a saját, tehát hogy nem befolyásolta semmilyen külső autoritás, egy mester, egy tanító, teljesen egyedül... Nem befolyásolta bizonyos területről, vagy bizonyos szögből, de a saját területén belül rengeteg hatás érte. Ő csak határt szabott, hogy mi az a hatás, amit nem enged, és mi az, amit enged. De hát nézd meg Freuddal folytatott vitáját, nézd meg a különböző klienseit, nézd meg az összes olyan szép szerves fejlődését, amitől ő az lett, aki. Hát rengeteg hatás érte, csak pont az indiait zárta le, hogy az nem kell. Van akinek pedig pont az ellenkezője, hogy nem akarok nyugati hatást, nem akarok a saját kondicionált létemből, megszokott kultúrámból, rendszerekből olyat ugye, elsajátítani, amely a korábbi tudattalan tendenciáimat erősíti meg. Tehát lehet azt is mondani, hogy csak a megszokott paradigmádban maradsz meg, és azt is lehet, hogy a megszokott paradigmát teljesen meghaladod, és egy új paradigmát kezdesz. Azt is lehet. Igazából nem az a kérdés, hogy egy idegen kultúrát, vagy idegennek tűnő kultúrát elsajátítasz-e vagy sem, vagy maradsz a sajátodnál. Az eredmény a kérdés. Milyen lélek, milyen tudat lép ki a kapun? Mi az eredmény? És ebből a szempontból, ahogy mondtam, tisztelet és hála Carl Gustav Jungnak, hogy ő az lett, aki, és azt hozta nekünk a munkásságával, amit. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleményed a most, hogy komfortzónákról beszélünk és korlátokról. Én kérdeztem tőle, hogy elmondhatom, hogy a meditáció szokott nekem segíteni a másnaposság leküzdésében. Persze, mert az én vagyok. Én ilyen vagyok. Na most a személyiség és az én elvesztés, az miként tud együttműködni, vagy hogyan dolgozik össze? Mert ezek szerint azért nem figyelmen kívül hagyható az embernek a habitusa, illetve nem hagyandó, mert ne akarjon egy, mit tudom, egy skorpió béka lenni, vagy bármi. Hogy mit tudnál erről mondani? Ugyanakkor meg ugye azért... Szeretnénk megszabadulni tőle, mert egy olyan forma, amihez talán hosszú távon nem jó ragaszkodni, mert úgyis eltűnik. Szeretnék egy keletet is megjárt, és Sun Tzu-nyival is találkozott pszichológusnak a könyvét idézni, csak a címét, Going to Pieces Without Falling Apart, tehát darabokban lenni szétesettség nélkül. Ez azért fontos, mert ez az az állapot, szándékoltan paradox a cím, amikor az egóburok nincs. Tehát az lehullott rólad, minden úgy látszik benned és a világban, a maga pőre valóságában, ahogy van, de nem esel szét. És kiderül, hogy nem a külső határok, definíciók, én tudatok és egyebek tartanak téged össze, hanem valami benső, valami sokkal integráltabb, sokkal természetesebb, sokkal megfoghatatlanabb. De egész másképp működsz akkor, hogyha belátod, hogy külső határok nincsenek, de te magadnak szabsz határokat, külső korlátok nincsenek, de te magadnak szabsz olyan működési paramétereket, amelyeken belül akarsz maradni. Tehát nagyon fontos, hogy az ember az én és a világ közti dualitást azt haladja meg, és váljon egyé a világgal. Ez nem jelenti azt, hogy egy ilyen végtelenségig pufasztott, szupernarcisztikus cezaromán egoitást csinál, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy azt a burkot, azt a határt, ami az állandó kettősséget, az állandó dualitást adta, azt veszed el. És akkor úgy tűnik, hogy minden lehetséges, de nem minden szükséges.
és ami nem szükséges, azt nem teszed meg. De tudod, hogy minden lehetséges. És ekkor van az, hogy a személyiség elveszti az úgynevezett objektív határait. De sokkal természetesebb, nyugodtabb, és így kevésbé problematikus lesz, mint amikor kívülről kapott állandóan korlátokat, amelyek ellen küzdött, és egyfajta infantilis ilyen beteljesülés vágya volt, ami állandóan frusztrálódott, és így mindig csak ütötte az öklével az ajtót. Most kiderült, hogy megvan a kulcs, amivel ki lehet nyitni. És az ajtó túloldalán egy újabb szoba van. Aztán egy újabb szoba, egy újabb szoba, egy újabb, tehát egy újabb létélmény, egy újabb világélmény, és aztán meglátod azt, hogy mely szobákban akarsz lakni. Hány szükséges ahhoz, hogy neked az elég legyen. Tehát a lehetséges és az elégséges, ez az, ami beáll. De ehhez meg kell tapasztalni a szabadságot. Ha nincs meg ez a szabadság tapasztalat, akkor mi addig küzdünk, amíg meg nincs. Még fogalmunk sincs, hogy mire jó. Ezért hangzik el néha az ilyen megvilágosodást érintő kérdésekben, hogyha elérted, akkor mihez kezdesz vele? Mit csinálsz vele? Mert ettől nem lesz szenvedélybetegség a megvilágosodás akarása. Hétköznapi birodalomra lefordítva, az rendben van, hogy fülig szerelmes leszel valakibe, és ő is beléd, és utána mi lesz? Mit csinálsz a kapcsolattal? Mi jó, megtapasztaltuk a teljes egységet, szerelmet, egymásba olvadást, mennyet, poklot, mindent, amit akarsz, és akkor utána mi van? Mit tesztek? Milyen lesz az élet? És ezt, mint jövőképet, nem mint egy definitív elvárás, de mint egy irányvételt, nem árt a lélekben tisztázni. Tehát mindig van tovább. Mindig van egy újabb lépés. Pusztán azért, mert ez a lineáris idő sosem áll le. És ebben a tudatban akkor az is vagy aki, de sohasem hagyod, hogy egy szilárd egó kéreg magad köré, ugye összpontosuljon, vagy éppen szilárduljon. Ebben a tudatban érdemes egy lépést is tenni bármerre. Meg lehet ezt tapasztalni, ugye a gátak lerombolását azok kihasználása nélkül, hogy az elégségest, a szükségest megtapasztaljuk túlzások nélkül? Az ember olyan állat, hogy csak a saját tapasztalatából tud dolgozni igazából, annak hisz. És bizonyos aspektusokban nem tudjuk elkerülni. Más személyiségjegyek elég érettek ahhoz, elég tapasztalat halmozódott föl ahhoz, hogy azokat ne akarjuk pattanásig feszíteni. De pont a megoldatlanságaink rendelkeznek akkora energiával, hogy azok elvisznek odáig, hogy egyszer csak a nap közelbe kerülsz, és megolvad a viasza az összes tolladon. És akkor pedig a legmélyére. És Morpheus legyen a talpán, aki érted jön. Tehát ezeket meg kell tapasztalni, ezeket a szélsőségeket. És pusztán azért, hogy egyszer azt mondhast, hogy elég. Önmagukban ezek a szélsőségek nem jók és nem rosszak. De ha nem tapasztaljuk meg azt, hogy elég volt, köszönöm szépen, most már tovább nem mennék, akkor sem önállóság, sem felelősség, sem szabadság nem lenne fordított sorrendben. Először óriási szabadságot akarunk, utána rájövünk, hogy húha, ezzel felelősség is jár, csak egyszer csak elég lesz. És ekkor van mérték. Mert te egyébként, ki kell próbálni előtte. Tehát nem, egy csomó mindent ki kell próbálni előtte, boldogult kollégádat szeretném idézni, ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséggel mérd magad. Tehát ez az első pár imperatívus, ez nagyon könnyű, ezt szoktuk túlzásba vinni. Hogy méred magad a mindenséggel? Na, ezért érdemes egy picit elmélyedni, meg egy kis intuitív tréninget vállalni, hogy meglegyen, jó? Én azt szeretném megkérdezni, hogy a gyakorlat során fölmerülő fizikai fájdalom, amelyik jön és megy, testi, lelki, eredetű esetleg, az hol tárolódik, honnan jön elő? Hát körülmények és feltételek idézik elő, és megváltozott körülmények és megváltozott feltételek által tűnik el. A tárolása akkor valósul meg, amikor te a saját tudatodból dualisztikusan reagálsz rá.
akár azzal, hogy szeretem, még, ez a üs, ez a még. Vagy pedig az, hogy elkezded utálni, gyűlölni, taszítani. Tehát a vonzó és taszító tudat, hetedik tudatrész, manasz, ez az én csináló. Vagy éppen minőség, kijelölő. Tehát megkülönböztető és ítéletalkotó tudat egyszer ez a hetes. Amikor ez beindul, akkor legyártunk egy csomó megkülönböztetést, ítéletet és identifikációt. Ezt ugyanaz a modul csinálja bennünk. Na most a megkülönböztetést tartsuk meg, a fal-fal, a padló-padló, erre jó okunk van, hogy az ilyen megkülönböztetéseket megtartsuk, de lehetőleg szabaduljunk meg attól a tévképzettől, hogy a padló jó, a fal meg rossz. És a falat vonzzuk, a padlót meg taszítjuk. Továbbá, hogy az egyikkel azonosuljunk, a másikról pedig kijelentsük, hogy azok semmiképp sem vagyunk mi. Tehát látod szépen a sorozatot, ezt a fajta emelkedést, ahogy az amplitúdó szépen nő, és egy megkülönböztetésből ítéletalkotás lett, utána vonzás, taszítás, utána azonosság és különbség. Ez azért fontos, mert hogyha megkötjük bármilyen képzetünket, az beépül a személyiségbe, és visszük magunkkal, nem azért, mert azzal eredetileg bármi módon dolgunk lenne, hanem egyszerűen azért, mert legyártottunk egy dualisztikus reakciót rá, és pozitív vagy negatív módon, de beépítettük magunkba. Mert azt mondtam, hogy ez én vagyok, vagy azt mondtam, hogy ez nem én vagyok. Ha azt mondtad, hogy nem én vagyok, akkor is veled van. Tehát ha félsz valamitől, bekövetkezik, ha reméled, akkor is bekövetkezik. Te választod meg, hogy milyen úton óhajtod elérni. Nem azonosulunk ezekkel a képzetekkel, ezért kell ez a tükörszerű, tiszta, mozdulatlan tudat. Tehát ahhoz, hogy letisztulj, és ebben a pillanatban tényleg az légy, aki vagy, ami vagy, és nem valami tévképzet, valami felhő, valami illúzió tömeg, ahhoz ezt a fajta azonos, nem azonos, jó, rossz, ezeket a tudatformákat nem szabad magaddal vinni. Hogy tudod ettől megóvni magad, vagy megszabadulni, hogyha már megteremtetted? Ezt az állandó hintapalintázást, az amplitúdó hintázását le és föl leállítod, úgyhogy kiveszed belőle az energiát. Ezért van tantien praxis. Itt nincs hintapalinta. Itt van, itt van, itt van, itt végig, az összes érzékszerben, csakra, mindenhol, itt nincs. És amikor ezt az energiát kivetted belőle, akkor szabadulsz meg. Nem vagy dualitásokra szakítva. És akkor, ha fájdalom, akkor csak fáj, ha nem fáj, akkor épp nem fáj. Te egyikkel sem azonosulsz, és megteszed, amit meg kell tenni ahhoz, hogy ne szakadjon szét a térded, a hátad, a satöbbid, de ez önmagában nem cél, nem végállapot, nem valami, ami felett ítélünk, vagy éppen énséget formálunk belőle. És így lehet igazából megszabadulni ezektől. Ha fáj, akkor fáj. És ahogy egyre öregszik a test, egyre jobban fog fájni. Úgyhogy ettől nem fogunk menekülni, de attól nagyon jól megmenekülhetünk, hogy ezzel bármi módon azonosuljunk. A válsághelyzetekbe hogyan kell úgy belemenni, és megélni, és túlélni, hogy se nem küzdök benne, se nem menekülök benne? Nagyon jó kérdés. Egyszerűen a probléma megoldására fókuszálunk, és nem arra a távolabbi kimenetre, hogy én milyen voltam a válság előtt, és milyen leszek a válság után. Általában a válságok azért válsághelyzetek, mert egógyilkosok. Legyilkolják azt az addigi feltételrendszert, azt a személyiséget, azt az én élményt, ami addig volt. Tehát minden katasztrofálisan felrobban, összezuhan, dezintegrálódik, és ezért válság, mert nem tudod a megoldást előre, nem tudod megtervezni az utadat, és láthatóan minden felrobbant és ég körülötted, meg benned. Vagy pedig fullasztó, bezáró, tehát egy yin típusú válság is létezik, amikor úgy néz ki, hogy haladnál, de nem lehet, mint hogyha egy ilyen hatalmas hordó kátrányban kellene sprinteket futni. Ez a yin típusú válság. Ezek azért fontosak, egy, mert rengeteg energia van bennük, akár statikus, akár dinamikus. Tehát a válsághelyzet azért válsághelyzet, mert nem tudsz sem az energiával, sem az információval mit kezdeni. Vagy túl sok, vagy túl kevés. Vagy fel akar robbanni, vagy meg akar kötni sziklába, kátrányba. És ilyenkor egyetlen egy dolog számít,
az irányvétel. Miben, kiben hiszel, és milyen döntéseket hozol ezek következtében? Ugyanis a válsághelyzetben hozott döntés az fogja az újabb személyiséget adni és formálni. Ahogy a káoszt megoldod, úgy lesz egy újabb kozmosz. És ahogy egy újabb kozmosz szétesik, abból lesz az újabb káosz. Ezt azért fontos, mint irányvételt meghatározni, hogy ezen folyamatban te, mint lélek, merre fele szeretnél haladni, mert magát ezt a változást nem tudod kiküszöbölni. Legfeljebb csökkenteni, hogy már csak nagyon kicsit essem szét. Vagy nagyon kicsit alakítsak ilyen szilárdnak látszó struktúrát. És ezek ki tudnak egyenlítődni. És nem ilyen óriási, világépítő, világégő szélsőségekben hintapalintázni. Tehát amikor ezek a nagyon erős szélsőségek megszűnnek, akkor az ember sokkal inkább el tudja tűrni, sőt vezérelni, hogy a saját válságai merre viszik. És itt az irányvétel nagyon fontos, hogy te milyen lény, milyen lélek szeretnél lenni a válságok tüzében, mivé kovácsolod magad a döntéseiddel. És ezek a döntések igazán fontosak. Boldog békeidőben mindenki nagyon-nagyon jól és felhasználó barátmódon megjósolhatóan tud dönteni. Amikor viszont elképesztő szoros helyzetek, életveszély, vagyonvesztés, barátok, barátnők mind elmennek, elképesztő válsághelyzeteket él át az ember, na akkor kivé változol? Milyen döntéseket hozol? Megmaradsz-e annak, akinek szeretnéd magad tudni? Vagy alulmúlod magad, vagy fölülmúlod magad? Ezek a döntések, ezek kikerülhetetlenek. Miért? Mert az emberben a túlélés, birtoklás és szaporodás ösztönei végig dolgoznak. Rendkívül erősek. Amikor boldog békedőben azt hiszem, hogy ó, hát nekem már nincs is ilyen, egyszerűen csak így meghúznak valamit, csak hogy micsoda, legyilkollak te. Tudod? Tehát ez a túlélő ösztön. És persze, nyugodtan vigyed. Na, azt nem, birtoklás. Kész. Tehát minden ilyesmi, amikor az ember a szélsőségekig kénytelen elmenni, igazi tanítás arra, hogy egy adott döntésnek mi a következménye, és milyen ember leszel, milyen lelket viszel a döntés következtében. Valójában ez az, ami számít. Mert a válságok, boldog békeidők, ezek jönnek és mennek. De hogy azt az energiát, ami megjelenik a folyamatban, milyen irányba fordítod, és mi az eredménye, részeredménye természetesen, ez az, amit magaddal viszel, amit magunkkal viszünk. Tehát az egóról és a személyiség élményről már volt szó, és leginkább abban a kontextusban, hogy ugye ego lehull, az felszabadulás. Uh-huh. És mindannyian verbálisan vagy tudatosan ezt egy pozitív élménynek vagy iránynak éljük meg, de ha úgy fogalmazom, hogy az ego meghal, akkor ez már bevezeti a kérdésemet, hogy mit kezdjen az ember a halálfélelemmel. És én nem a test halálára gondolok, hanem arra a tudatalatti halálfélelemre, amit az ego produkál, és ami nagyon súnyi módon tudja visszavetni az embert a gyakorlásban. Egyet tisztázunk. Az ego fogalma az egy segédfogalom. Eredetileg nincs. Tehát vannak gondolataink, érzéseink, akaratvektoraink, és ezekkel amennyiben azonosulunk, ez az azonosulás maga az én élmény. De eredetileg, mint egy külön entitás, mint ego, olyan nincs. Ez azért fontos, mert a másik szélsőség sincs, mindig beszélünk Buddha természetről, a felébredés potenciájáról, minden, eredetileg az sincs. Ez is egy Mahayana segédfogalom. Tehát ezért kell 6. pátriárkát, Huinenget nagyon jól tanulmányozni, hogy ne ragadjunk bele a segédfogalmakba. Ennek nincs neve és formája. Ezért mondhatta Huinen, hogy eredetileg semmi sincs, mire belekérdez a nyugati, akkor tényleg eredetileg semmi sincs? Nem, eredetileg még a semmi sincs. Tehát ez azért fontos, hogy nehogy már valamilyen fogalmi alapról induljunk ki, az ego mint önálló entitás nem létezik. Na most akkor mitől félünk? Megszoktuk azt, hogy élünk,
és nem tudjuk, hogy mi van a kapu túloldalán. Mi van akkor, amikor leveted a testet? Mi az, hogy meghalni? És ezért kell nem segédfogalmakból, és nem téged kritizállak, nem segédfogalmakból elindulni, hanem folyamatokat látni. Tehát lássuk azt, hogy a születés micsoda. A születés az, amikor test és lélek összekapcsolódik. Mi az élet? Az élet az, amikor lélek és test együtt működik. Együtt van. Mi a halál folyamata, amikor test és lélek szétválik, ez a haldoklás és meghalás? És mi az úgynevezett halál vagy testen kívüliség állapota? Egy olyan állapot, amikor nincs test. Ez a test nélküliség állapot, ezt nevezték halálnak. Vagy születés előtti állapotnak. Ettől különösebb félnivalónk nincs. Miért? Mert ha félsz tőle, keresztül mész rajta, ha nem félsz tőle, akkor is keresztül mész rajta. Most mit szeretnél? Tehát, hogyha szeretnél félni tőle, hát akkor nagyon gyorsan ilyen elképesztő horrorfilmeket lehet festeni, rajzolni, meg egyebek, és akkor megfélemlítjük magunkat a saját projekcióinkkal. Ha nem szeretnénk félni tőle, akkor eleinte tündérmesét rajzolunk, és hogy így minden rendben van, minden nagyon jól van, az egész világ úgy teljes, ahogy van, te is úgy vagy teljes, és Buddha vagy, ahogy vagy. És akkor miután így megnyugtattuk magunkat, egyszer csak egy reggelen felébredsz, hogy Úristen, valójában fingom nincs, mit kéne csinálni akkor, amikor ezt a testet éppen hagyom ott. És néha betegségek, balesetek, ilyenek, akár a sajátod, akár a másé, ráébreszt arra, hogy ugyan elringattam magam a saját nem fogalmi, vagy enyhén pozitív gondolkodás, mondom, de elképesztően dunsztom nincs arra, hogy mit kellene csinálni, amikor ez bekövetkezik. Van a tanításnak egy ilyen része, amikor kérdezik, hogy ugye a természetünk meglátása, a nagy kérdés a hadú által hogyan működik, van egy ilyen mondat, hogy ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszédben, ébren és alvásban, most pedig hozzátesszük, testben és testen kívül, folyamatosan, megállás nélkül mi ez? Tehát ha a tudatod tiszta, akkor az életed és a halálod is tiszta. Ha a tudatod nem tiszta, akkor az élet is és a halál is félelmekkel, illúziókkal és egyebekkel van tele. Tehát ha ezt a pillanatot letisztítod, akkor nincs okot félni sem az élettől, sem a haláltól. Hidd el, vannak, akik az élettől félnek jobban. Tehát ha a tudat tiszta, akkor a négy állapot mindegyike tiszta, vagy a négy átmenet mindegyike tiszta. Ezt hívják köztes létnek, vagy bardónak. Csak a bardóhoz, mint fogalomhoz, általában az ilyen nagyon szellemvasutas, meg egyéb attribútumok szoktak párosulni, de szó szerint köztes lét, vagy köztes állapot ezt jelenti. Tehát ez is egy bardó állapot, amiben vagyunk. Miért? Mert nem tudsz benne megmaradni. Mert az idő ezüst golyója kilövi az embert innen. Nem tudsz benne megmaradni. Hát az a kérdés, hogy az élet és halál válsághelyzetein és békés, boldogságos időszakain keresztül menve milyen irányt veszel föl, mifelé akarod az energiádat, az életedet, életeidet, halálodat és halálaidat kifuttatni. Mit szeretnél ezáltal tapasztalni, ami több, mint átmenet, több, mint puszta változás? Mi az? Amikor erre helyezed át a hangsúlyt, akkor a tudati akadályok előbb-utóbb úgy szépen elmúlnak. Az akadályokból eszközök és segítők lesznek. És akkor a félelmek is elmúlnak, mert ha megnézed a szívszutrát, ott van benne, hogy az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Megfordítva, ha félsz, akkor valami akadály van. Valami téves nézet van. Valami hamis azonosulás van. Valamilyen dualisztikus reakció, amivel azonosítod magadat, az még mindig van. Tehát most már annyiszor körbejártuk, hogy most már csak csinálni kell. Jó? Számomra a felsorolásból kimaradt a megszakítások. Amikor a születés megszakad, és a halál megszakad. Tehát a halál, itt konkrétan a halál közeli élményre szeretnék reflektálni. Azon emberek, akik meghalás közben ez a folyamat megszakadt, és visszajöttek, és ezáltal olyanokat tudnak elmondani, amiknek a hitelességét sokan kétségbe vonják.
maradjunk annyiban, hogy ezek az ő tapasztalataik, és számunkra nem hitelesek vagy hiteltelenek, hogyha tényleg tisztán szemléljük őket, hanem utat mutathatnak afelé, hogy nekünk merre kellene menni, és milyen irányzatoktól kéne tartózkodni. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen tapasztalásról lehet olvasni, nagyon sok közös elem van bennük, és mindezek szerintem arra tanítanak minket, hogy ne előfeltételezzünk mi semmit, hanem járjuk a saját utunkat, és tapasztaljuk meg azt, ami tényleg túl van életen és halálon. Tehát más emberek tapasztalatai inspirálhatnak minket, informálhatnak minket, de nem segíthetnek minket lényegileg. Lényegileg a saját tapasztalatot segíthet. Külön konferenciák, nem csak könyvek, külön konferenciák vannak már arról, hogy milyen egy halál közeli élmény, vagy elhagyja a testét, de visszajön. Nem akartam ítélni az élet és halál koncepciói fölött, de általában annyi tévképzet kapcsolódik hozzájuk, hogy én magát a halál szót, azt nem nagyon szoktam használni, vagy úgy lépsz ki a testből, hogy álmodsz egyet, azt visszajössz, vagy úgy lépsz ki a testből, hogy nem jössz bele vissza, és akkor némi átmenet után keresel egy másikat. Tehát ez is sokkal békésebb, mert kiiktattuk azokat a kulturális paradigmákat, amelyek állandóan félelemben tartottak minket, pusztán azért, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. De ha tapasztalod ezt a pillanatot és igazi önvalódat a maga teljességében, akkor látod, hogy minden jövés és menés, élet és halálszerű átmenet, ezek illúziók. Akkor nincs mitől félni. És ezek a tapasztalatok nagyon jók. Én magam is számos könyvet olvastam, láttam egy-két filmet róla, ezek mind-mind nagyon fantasztikusak, de ráébresztenek, hogy mennyire fontos az a gyakorlat, amit mi saját magunk végzünk. Annál több nem lesz az út, mint amit mi tapasztalunk. Nagyon fontos, oké? Az előbb említetted a hitet, az a helyes irányvételt. Hogyan tud ez tiszta maradni, dualitásmentes maradni, téves nézetet? Nem tud az maradni. Nem tud dualitásmentes maradni. Nem is kell neki annak. De újra le kell tisztítani. Tehát ezért mondja a Zen, hogy 7-szer elesel, 8-szor állj föl. 9-szer elesel, 10-szer állj föl. Tehát nem tud tiszta maradni, mert a világnak nem az a természet, hogy ebben bármilyen jelenség, személyiség, entitás tiszta tudna maradni. Megszerzed, elveszted. Megszerzed, elveszted. Megszerzed, elveszted. Aztán egyre hosszabban tudod megtartani, és amikor már nem aggódsz azon, hogy elveszted, akkor talán úgy is marad. Egy darabig. Ezért kell folyamatos befektetett munka, és itt van egy olyan egyenlet, amit ritkán szoktak említeni. A saját lelkednek a helyes útja a legjobban úgy tartható irányban, hogyha másoknak segítünk. Néha rendkívül lágynak és érzékenynek kell lenni az, hogy megpillansd azt az üzenetet, azt a jeltartományt, ami fontos, amit tanulnunk kell. És utána rendkívüli szilárdsággal menni abba az irányba, és nem letérni róla, és akármi van jobbról, balról, te akkor is egyenesen mész. És azért vagyunk itt, hogy ezeket a nagyon komoly képességeket elsajátítsuk, és a leckéket megtanuljuk, és az illúziókat pedig elfelejtsük. És akkor mindegy, hogy milyen sugárban forog ez az egész, az a fontos, hogy a tengely az megfelelő helyen legyen. Amikor a Buddha arról beszélt, hogy ennek a keletkezett világnak a természete dukkha, tehát szenvedés, ez szó szerint szanszkritul azt jelenti, hogy olyan tengely, ami kiesett a kerékagyból. A szukha, a boldogság az, amikor harmonikusan a kerék az agyban forog, és benne van. Tehát a yin és a yang, a tengely és a kerék helyes találkozás, ez a szukha, és amikor szétesik, és működésképtelen, az a dukkha. Akkor így ehhez kapcsolódva, akkor valahol ez a magyarázata annak a harmóniára való törekvésünk? Pontosan. A harmóniára való törekvés, akárhány kereke van a szekérnek, akárhány lény van a szangában, az eszenciális ahhoz, hogy a saját pluszainkat és minuszainkat, a különböző hánytorgásainkat kibírjuk, és másoknak segítsünk ugyanúgy középen maradni, ugyanúgy embernek maradni, ugyanúgy látni, mint saját magunknak.
Ebből a szempontból a Mahájának tanítása eszenciális. Amíg egyetlen egy érzékszervhez kötött lény is a szamszárában benne van, addig az én megszabadulásom nem teljes. Miért rossz karma a nemi vágy? Ki mondta, hogy rossz karma? Ott írja a kis füzetben, hogy ne kövesd el a nemi vágy rossz karmáját. Milyen szabályok ezek? Templomi szabályok. Itt a templomban nem csinálunk ilyeneket, mert a templom nem az a hely, ahol ezzel foglalkozunk. Tehát ezért mondja azt a templomi szabály, a pénz és a szex olyan, mint a mérges kígyó, tedd az ezzel kapcsolatos gondolatot teljesen félre. Ebben a templomban, sőt, minden valamire való templomban nem foglalkozunk ilyesmivel, mert nem ezért vagyunk itt. De kilépsz a kapun? Tehát akkor már a zen utadat olyan egyenesen tartod, ahogy akarod. A fogadalmak között van egy olyan, hogy nem követek el valami ilyesmi, illetve szinte ez, hogy nem követek el házasságtörést testi vágyból. Manapság nem a házasságon múlik az, hogy egy kapcsolat elkötelezette. Összeköltöztök, azt értek együtt, az kész, nincs házasság. De ez ugyanolyan erős kapcsolat, mint hogyha ott lenne a papír, meg a néni a nemzeti színű szalaggal, a pecséttel. Ugyanolyan erős. Csak a jog következményei mások. De a lelki következményei ugyanazok. A testi vágyat azért hangsúlyozza ki a fogadalom, hogy ne tessék itten görbületek alapján, meg rugalmassági együtthatók alapján frissíteni. Mert abba sérül te is, meg a másik is. A testi vágy az azt jelenti, hogy ennyivel jobban néz ki. 5-10 év, kicsit eluntam. Frissítsünk. És az ember annyira megtalálja a felszínen azt a kis mondva csinált okot, amitől ledúrja a másikat. Tehát ez az, ami nem. Tehát azért tartózkodunk ettől, mert ez mind szenvedés visszaér hozzánk, és a másikhoz is, nagyon komolyan. Ezt hívjuk a traumák ciklikus ismétlődésének. És ez nagyon-nagyon jól látható, ahogy bizonyos családokban ismétlődnek paradigmák szülők és gyerekek között. Tehát ahogy a szülők bánnak egymással, úgy fog az adott gyerek a saját partnerével vagy párjával bánni. Nagyon nagy a valószínűsége, mikor nem történik így, akkor egy, ha nagyon korán elköltözik és más mintákat szervesen beépít, vagy pedig elkezd gyakorolni és dolgozni magán, és tudatosan megnézi, hogy mi az ő lelkének a mély szerkezete, és mi az, amit belül változtatni akar. Akkor is meg tudja haladni ezeket a mintázatokat. De ha nem, ha csak az érzékszerű valóság szintjén él, akkor követi őket. És a tudatnak olyan a tehetetlensége, hogy akármilyen belátásod van, ezt menet közben nem tudod módosítani. Tehát már szenvedsz attól, hogy poligám vagy. Már szenvedsz attól, hogy unos, untalanul, úton, útféle, mindig van még valaki, még valaki, még valaki, és nem tudsz igazából lojális, bizalmi alapú, a szeretet terében megmaradó kapcsolatot felépíteni, mert állandóan frissítesz, állandóan van még valaki, és akkor az előző az elmegy. És akkor rájössz, hogy valami több is van, mint a görbületkövetés. Ugye puszta, ugye Vénusz dominancia. Esetleg Mars, hogyha az ellenkező nemről beszélünk. Tehát ez azért fontos, mert ráébreszti az embert olyasféle tendenciákra, amelyekre esetleg nem látna rá saját magától, vagy nem elég korán. És ezáltal, hogyha ezeket figyelembe vesszük, nagyon sok szenvedéstől ugye óvhatjuk meg magunkat is, meg másokat is. Egyébként a görbületkövetés, vagy az puszta esztétika, csak egy kicsit kiegyenlítsük, nem mindig az egyetlen frissítési ok, mert a másiknak több pénze van, mert az újabbnak szebb az autója, nagyobb a háza, nem Horvátországba mennénk, hanem ugye a Maldív-szigetekre, és ezek kőkeményen be tudnak gyűrűzni, és egy korábbi igazi bizalmi szerelmi kapcsolatot úgy hazavágnak, hogy aztán győzed aláírni a papírokat. A nem testi vágyból ugye felsoroltad azt, hogy egy ilyen bizonyos szintű fizikai minőségi csere. Fizikai, anyagi? Igen, fizikai, anyagi. De mi van akkor, hogyha nem fizikai, anyagi? Akkor feltételezzük, hogy nem az ilyen érzékszervi alapú vágy, tehát a testen keresztül érvényesülő vágy, hanem egy úgynevezett az utak széttartása az, ami megszünteti a kapcsolatot. Ilyet is lehet látni. Vagy az van, hogy a polaritások megszűnnek, és a férfi-női minőség már nem úgy érvényesül, tehát annyira kiegyenlítetté válik a dolog,
hogy már megszűnik a vágy egymás iránt, ilyen is van. És szerethetik egymást lelkileg, de a fizikai elidegülést nem tudják fölülírni. És ekkor kell valamit lépni. Tehát vagy az van, hogy szépen lelkileg is eloldozzák azt a kapcsolatot, ami fizikailag nem működik, és akkor szépen hívek vagy hűek voltak egymáshoz, és keresnek így valami mást egymás megsértése, bántása nélkül. Vagy pedig a másik lehetőség az, hogy lelkileg, szellemileg mennek különböző utakon. Azért mondtam a testit először, mert olyan is van. Egyszerűen teljesen megszűnik a libidó, vagy az egymás iránti poláris érzés. Megszűnik a testi vágy. És a lelki közösség így egy ideig fönntartható, de ha más irányban a vágy kialakul, akkor egy idő után nem. És van egy olyan rész, amikor a lelkek más irányba mennek. Például, tudom én, buddhista gyakorlók összejönnek, házasodnak, és 10 évig szépen együtt élnek, és a 10. év után az egyikük azt mondja, hogy hát én most inkább különböző perui sámán utazásokkal szeretnék el foglalkozni, a másik pedig elment mondjuk egy, teszem azt, pszichoterapeuta irányba, és a kettő azért szép lassan így széttart. Aztán amikor az egyik kiütötte magát a sámán utazásokkal annyira, hogy elmenjen terápiára, hogy egy újabb 10 év múlva találkoznak, és akkor egy filmet lehet belőle csinálni. Jó? Amikor a szellemi utak tartanak szét, és a lelkek más irányba mennek, akkor fenntartható egy kapcsolat, csak ahhoz nagyon-nagyon relatíve tág, széles tudat kell, hogy a másikat még mindig a lelkemben érezzem, annak ellenére, hogy már nem azt a szellemiséget követi, mint én. És itt lehet egy csomó egyéb indok is, egzisztenciális, anyagi, társadalmi és egyebek, és ezeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. De az irányvétel az nem csak az egyén vagy a szanga szempontjából nagyon fontos, ez egy párkapcsolat szempontjából is nagyon fontos, hogy a szellemi, lelki, fizikai síkok azok harmonikusan tudjanak együttműködni, és ne ugyanolyanok vagy ugyanazok legyenek, hanem megfelelő iránytartással, megfelelő távolsággal, kellő polaritással működjenek. Tehát nehogy ugyanazt csinálja, mint én, hát az borzasztó, meg állandóan beleszól, hogy akkor jobban tudja. Meg néha én is beleszólok, hogy én jobban tudom. Tehát megvan mindenkinek a saját területe, de nagyon széttartó sem lehet, és nagyon egybe tartó, vagy egymásba olvadó sem. És itt vannak azok a paraméterek, amelyeket csak megérezni lehet, mert szerencsére általánosan leírni, megjósolni, kodifikálni nem. Ezt a pároddal meg kell érezned, hogy pontosan merre tart ő, merre tartasz te, és ez a fajta közös irányvétel a végtelenben találkozik-e, vagy sem. Akkor úgy tűnik, hogy a Holtomiglan, Holtodiglannak a mítosz az végül is most itt halálos sebet kapott. Persze, ez eddig sem létezett. Pusztán azért, mert egy életen belül is lehetséges váltás, és az is lehet, hogy nem hogy Holtomiglan, Holtodiglan, hanem még életeken keresztül. Ha az annyira jó, akkor a következő életben hasonló minta és hasonló találkozás. És hogyan lehet ezt észrevenni, amikor érdemes tovább lépni? Mert hát ebben, hogyha valaki egy családban élt, vannak különböző szempontok. Tehát akkor lehet észrevenni, hogy tovább kell lépni, amikor már nagyon-nagyon komoly problémák vannak úgy, hogy a megoldási kényszer, vagy a megoldási szándék, az hiányzik. És akkor elkerültök egymás mellől, vagy pedig a békés szétválás az az, hogy mind a kettő teljes tisztelettel és együttérzéssel látja, hogy már nem tartoznak egymáshoz. Ez ritka, de ilyen is van. Általában a megoldatlanságok felgyülemlésekor van egy olyan mozdulat, hogy na, ez elérte a kritikus tömeget, te már olyan vagy, hogy nekem nem is kell lesz, meg lehet, hogy én is olyan vagyok, hogy neked nem kellek, úgyhogy Isten veled, fakereszt, szerbusz. És ez nagyon-nagyon komoly szakadás, törést és trauma tud lenni, tehát meg kell nézni, hogy érdemes-e kompromisszumot kötni, érdemes-e hibát javítani, érdemes-e újra gondolni az egészet, és ekkor van az, hogy újra kötik a házassági fogadalmaikat. Nem törték meg, és nem váltak el, de mivel újra rakták a személyiséget, újra rakták a kapcsolatot, ezért újra kötik lelkileg, szellemileg a házasság intézményét is, mert egy új fejezetet írtak. Ez azért fontos, mert hogyha tényleg mind a két fél részéről fennáll a változásnak a
lehetősége, a szándéka, akkor érdemes dolgozni a kapcsolaton, nem a holtadiglan dogmája miatt, hanem azért, mert kvázi te befektettél abba a kapcsolatba x évet, és ő is befektetett beléd x évet, és ez a befektetett idő, energia, lélek és egyéb erőfeszítés, ez nem ismételhető meg, a következő nem olyan lesz. Tehát ne kelljen előről kezdeni megint 5-10 és egyéb évig azt, hogy most mélységében megismerjük egymást. Lehet, hogy érdemes ezen a válságzónán keresztül menni együtt, és akkor megújul az egész. Egyetlen egy kérdés, hogy ezt közösen akarjátok-e, vagy sem. És hogyha tartósan az egyiknek az akarata hiányzik, akkor szét fog esni az egész. Ha van közös akarat, van közös megoldás. Nincs közös akarat, nincs közös megoldás. Én kaptam egy egészen konkrétat, amivel nem vagyok 100%-ig biztos. Lehet, hogy ez csak ilyen férfi-női történet, tehát nincs csak az egyik oldalra olyan, hogy én menekülök, pedig szerintem csak köszönöm szépen, nekem ebből ennyi elég volt. Nézőpont kérdése, Zoló. Tehát akkor ez ugyanannak az érvenek a két oldala, és akkor megáll mind a kettő? Megáll, mert a másik felet nem látom itt melletted. Vajon miért? Tehát te látod azt, hogy pontosan melyikötök miért látja ezt így. Tehát ez alapjában nem azért fontos, hogy a különböző aspektusokat számba vegyük, hogy te így látod, ő úgy látja, az anyós úgy látja, a barát úgy látja. Nem ez a fontos. Az a fontos, hogy valójában a lelkekben mi történik. Tehát, hogy te valójában menekülsz-e, vagy csak szabaddá tetted magad, vagy elég volt. Ezt neked kell tisztáznod belül. És aztán nyugodtan mondhatod a párodnak, vagy a volt párodnak, hogy babám, hát te nagyon sokféleképpen gondolkodhatsz, de számomra az én legmélyebb tapasztalatom meg, és ezért a meggyőződésem szerint ez más volt. És én elfogadom a te élményedet, sőt szeretnék rajta pozitív irányban változtatni, de azt értsd meg, hogy ez nem ugyanaz, mint a te élményed. És akkor ezt lehet együttérzően is csinálni, és nem úgy, hogy azt érezte szegény, hogy megint valaki fényévekkel okosabb volt nála, azt közben ott hagyta összetört szívvel. Okay. Világos. Helyes. Utolsó kérdés. Ha van. Ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a visszavonuláson való részvételt, akik kitartottak, és akik nagyon komolyan részidőben részt vettek. Remélem, hogy rövid és hosszú távon mindenki fogja látni annak a hasznát, amit nem lehet kilóra mérni, és nem lehet anyagba önteni. Az a munka, amit itt végzünk, az magunk, az emberiség és az összes érzékszervez kötött lény számára egyaránt fontos, és hogy ebből te mit tapasztalsz, az a tiéd. Hogy a gyakorlatod kinek, mennyire, milyen mértékben segít. És fogadd el, hogy az van. És hogy azon túl tudsz lépni, azt tovább tudod folytatni, és mindig, minden pillanatban lehet egy újabb lépést tenni a felébredés, és mások megszabadítása felé a szenvedéstől. Úgyhogy köszönöm, hogy ezen az úton mindannyian társak vagyunk, köszönöm azt, hogy együtt gyakorlunk, és remélem, hogy a közel és távoli jövőben ugyanígy ebben a teremben összejöhetünk, és gyakorolhatunk közösen. Köszönöm szépen!